A Vasas két fiatal kardvívójában, Spiesz Annában és Vigh Benedekben közös, hogy az évad zárásakor mindketten a kadétkorosztály hazai ranglistájának élén végeztek, és a sportág alapjaival is együtt egyszerre ismerkedtek meg. Én 9 éve kezdtem a vívást, a Budavári Általános iskolában volt, Miki bácsi tartotta, és már ott az alapokat vettük, de még nem vívtunk, játszottunk, és már ott is Miki bácsi volt, és nagyon összehangolódtunk már az elejétől kezdve. Anyukám mondta, hogy próbáld ki ezt a sportot, mert hogy ő látta, hogy milyen izgalmas, és csak beiratott egy ilyen iskolai vívásra, a Miki bácsi tanítványa lettem, és ott kezdődött az egész igazából. Pontosan meg nem mondom, de szerintem olyan 14 környékén érkeztek meg az Annáék, egy nagyon jó kis társaság alakult ott ki, első-második osztályosok, és hát már azonnal látszódott azon a csapaton, hogy sok lehet bennük. Szerencsére talán mind a mai napig még 80-10 itt vannak lent a teremben és vívnak. Szinte mindegyikük, sőt mindegyikük már korosztályos magyar bajnok, és hát hála Istennek az Anna és a Beni egyre jobb eredményeket ér el, és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz. Bár a fiatalok már számos kimagasló eredményt értek el, meg tudják nevezni, hogy melyik volt eddigi legkedvesebb sikerük. Ugye idén a felnőtt országos bajnokságon 3. lettem, és én arra vagyok a legbüszkébb, illetve a kadetkorosztályban elért eredményeimre. Igazából én is meglepődtem. A csoport nagyon jól sikerült, ott mindent megnyertem, és ezután olyan táblát kaptam, hogy velem egykorú, illetve egyel idősebbek, juniorokkal és kadettekkel kerültem össze, és így sikerült ez a jó eredmény. Igazából a szerencsének is köszönhető, meg nagyon fókuszáltam, és ott voltam fejben azon a napon. Nagyon jó versenyző típus. Tőle a legjobb vívó teljesítményt versenyeken szoktam látni, nem az edzésen. Ebből szokott is köztünk vita lenni, mert én alapvetően abban hiszek, hogy amit beleteszünk a kalapba az edzésen, azt vesszük ki. Ez nem arra értendő, hogy ne edzene sokat, mert még néha többet is edz, mint amennyit elvárnánk, de még a gyakorlás részén egy kicsit fejleszteni kell. Nagyon jó versenyző típus, mindig nyerni akar, és a legnehezebb pillanatokban tudja előhúzni az extrákat. Amikor pedig érzi, hogy egy olyan közegben van, ami igazából az ő játszótere, attól sose ijed meg, és azt nagyon jó teljesítménnyel szokta abszolválni. A mostani országos bajnokság első helyezett az, ami nagyon-nagyon közel a szívemhez. Egy az, hogy most volt nemrég. Kettő az, hogy tőlem ezt az eredményt igazából régebb óta várják, és hogy ez nagyon szépen, fokozatosan sikerült feljutnom erre a szintre. Úgyhogy ez így egy ilyen közös siker így az edzőmmel együtt. Ami egy kicsit talán gátolta Benit a korábban a kiugró versenyeredményekben, az annyi volt, hogy túl nagy terhet tett önmagára. Tudja magáról, hogy ügyes, gyors, és megzavarta az, hogyha esetleg találatot kapott másoktól. Ezt mostanra levetkőzte, most már olyan magabiztosan tudja hozni a versenyeket, ami nála is bízunk benne, hogy a további fényes jövőt mutatja. Ezért nagyon nagy szerencséjük van az itt sportoló gyerekeknek, mert hát minden nap a Szilágyi Áronnal vagy a Katona Renátával edzhetnek együtt. Most csak a kardoldalt nézzük, a párbajtőr oldalon ugyanúgy van 5-6 korosztályos világbajnok vagy felnőtt válogatott versenyző, és ebben is segített például nagyon sokat a Benedeknek ebbe az évbe az, hogy az Áron minden egyes edzésen, amikor itt van, vívott vele is, adott neki jó tanácsokat, hogy kezelje ezeket a helyzeteket, amikor idézőjelben ő a favorit, vagy eredményt várunk el esetleg tőle, és hogy ezt hogy kell mentálisan kezelni. Az ifjú kardozókat azonban nem csak a klub kiváló vívói segítik. Ez a nyaklánc, amit apukámtól kaptam igazából, és mindig velem van, minden nap, minden versenyen, minden edzésem. Van egy póni, amit minden versenyre hozok, és most is itt van velem, úgyhogy igazából ez így megnyugtat. Neve nincs, a nagymamám vette nekem, és a barátnőjének volt régen, és tőlük loptam, úgymond, az ötletet, és ők ugye már mind elhagyták, én viszont maradtam, és szerintem maradni is fog. Én is egy babonásabb emberke vagyok. Igazából rituálék vannak, hogy készülök a versenyre, attól függően, hogy edzőként megyek, vagy mint versenybíró, mert most még ez a bíráskodás is jelen van az életemben. Annyi rituálé szokott, főleg csapatversenyeken a kollégámmal, hogy amikor beírjuk a sorrendet, akkor mindig ugyanazt a tollat használjuk. Hát az megvan, hogy abba a korosztályba azt a tollat használjuk. Még az Annánál szokott annyi lenni, hogy van ugye ez a kabala állata, és amikor elődöntött vagy döntőt vív, akkor a állatka ott van az én ölembe is. Még én is szoktam puszit adni rá, hogy minden jól sikerüljön.